Volt egyszer egy sellő, haja szűke volt, a szeme kék, a ruhája aranyszínű, a pipkeje rózsaszín, a sellő a hótengerben élt. Imádtam egyedül lenni kint a határban, én egy Berettyó-Szentmártonban születtem, ez egy pici falu, és nagyon sokat jártam ki, és akkor mindig arról fantáziáltam, hogy itt a tündérek, hogy élnek a manók, hogy élhetnek, itt biztos valami ilyesmi volt régen. A palota 4 emeletes volt. Akit Arielnek hívtak, a palota 2. emeletén lakott. Kicsi és a nagy, mindjárt, kicsi és a nagy elmentek, üzletokázni tud, jó? Na. De azt gondolom, hogy az ember mindent a gyerekkorában szed össze, és akkor alapozódik meg sok minden az életében. Nagyon sokan nem tudják Magyarországon elképzelni, hogy azok a gyerekek, akik most itt vannak körülöttünk, milyen körülmények között élnek. Mi azt szeretnénk megmutatni, hogy a gyereknek milyen a belső viszonyulása, a fantáziája, hogyan tudjuk úgy a vizuális kifejező rendszerét fejleszteni, hogy ő a saját gondolatait tudja kifejezni. Itt van az ember, itt meg a itt van a nyitott az ablak, és itt meg akarja puszilni. Más hitte, hogy az ő férje, közben meg észrevette, hogy az a Schuster-legény. A rajzolás, a festés, a mintázás, az egy hihetetlen eszköz, mert olyan sikerélményt ad 45 perc, 2x45 perc, ami hallatlanul fontos ezeknek a gyerekeknek. Aki nap mint nap iskolai kudarcot ér el, annak az én képe negatívra változik egy idő után. Azok, akiket egyébként ki kell küldeni az iskolai rajzóráról, mert már nem lehet vele bírni, azok nálunk gyönyörűen működnek. Egy szegény ember reggel lemegy a kutyához, felhúzza a vödrét, és talál benne egy vödör aranyat, és szól a feleségének, meg a 2-3 gyermekének, hogy kiemelte a kútból az aranyat, és utána meg mondják, hogy már nem kell ilyen rossz putri házba laknunk, hanem elköltözünk jobb házakba, és utána az anyuka is örül, meg a 2 kisgyerek is, és utána meg elköltöznek, és majd... Mi vizuális nevelésünkben az alap a mese. A gyereket nem az érdekli, hogy rajzoljunk le egy almát, vagy rajzoljunk le egy virágvázát. Pláne nem ebben a korban, mint amiben itt van ez a kis drága. Mit szeretnél csillagbogaram? Befejezted? Még nem. Ha nem, mondd meg egy kicsit. Nincsen barnátok? Hát segítek én neked azonnal. Iván bácsi! Iván! Légy szíves, egy kis barnát szeretnének még kérni. Tudnál adni egy kis barnát? Jó. Hogy mondjam, aki benéz egy ilyen gyereknek a szemébe, az nem tudok elmenni mellette. Tehát lehetne azt mondanom nekem is, hogy francot érdekli, hát fölveszek 400 gyereket, aki meg tudja fizetni ezt a szolgáltatást, és nem foglalkozok ezzel. De ott vagyok, és nem tudom nem észrevenni. Szóval nem tudom nem észrevenni azt, amikor bábszínházba mennek, és a félosztály otthon marad, és nem tudják befizetni. Nem tudom elviselni azt, hogy 500 forintot kell Mikulás napra befizetni, Mikulás csomagra is nincs befizetve. Nem tudom elviselni, hogy a nővére megszül egyszerre az anyjával. Nem tudom. Hány testvéred van? 2. Hogy hívják őket? Az egyik Anita, Takács Anita, ő terhes, lesz 2 gyereke. Ezt tudom, tanítottam is Anitát, igaz? Meg van egy testvérem, egy fiú, ő meg Takács István Árpád. Őt nem tanítottam. Ő 9-es. Aha, azért. Most már. Uh-huh. És ki van még a családban? Tomi, a sógorom, meg van az apukám. Uh-huh. Anyukám elhúnyt. Apa dolgozik-e valahol? Igen. Meg a sógorom, a hivatalnál. Közmunkán? Igen. Nem, el tudod-e mesélni, mi az a közmunka? Hát... Milyen? Mit csinálnak ott? Hogy ásnak, vetnek, meg lapátolnak, meg fölrakják a vágót, meg elviszi az ötök a másik helyről, meg lepakolják. Aha. Azt tudod, hogy mennyi pénzt kapért, apa? Most 3 hete nem fizettek, most tegnap két apu előleget, 5000 forintot adtak ki, holnap, vagyis már megkapja az összes fizetés, ha minden igaz, de nem biztos az sem. Sokáig
tépelődtem évekig, hogy mennyire van jogom beleavatkozni egy másik embernek az életébe, mert ezért ez egy nagy dilemma. Tehát, hogy jövök én ahhoz, nekem fürdőszobám van, normális lakásom, tanultam, hogy jövök én ahhoz, hogy azt mondjam egy másik emberre, aki esetleg úgy akar élni, mert abban szocializálódott, hogy hát te nem jól élsz, hanem te változtass. De azt látom, hogy a gyerekek integrációja miatt meg muszáj meglépnem. Úgyhogy elkezdtünk 3 éve egy olyan munkát, amiről azt gondolom, hogy bízom, aminek az oktatás csak egy lába, és abban bízom, hogy sikerül egy olyan fejlesztést felmutatni a végén, amit, hogyha sikerülne adaptálhatóvá tenni, akkor talán segíthet ennek a társadalmi rétegnek a problémája. Ennek a mondjuk mintaprojektnek a helyszíne egy Tord nevű kiskösség, ez Bejtyújfaktól 28 kilométerre van. Ez egy majdnem 400 lakosú kiskösség, ahol a lakosság fele gyermek és fiatalkorú, ahol 10 embernek van munkája, ahol a lakosság fele cigány, és nagyon sokan komfort nélküli vagy alacsony komfortfokozatú házakban élnek. Ez egy zsákutca falu, zsáktelepülés, ide vezet egy út, de innen nem vezet sehova. Csilla! Ne menj el! Gyereké! Hello. Jó napot kívánok! Nem jönnek inkább? Egyszerű volna. Bejött, hogy vízeje után van most. 7 hónapig nem látok. Uh-huh. Már most már kellene jöjjön az állampolgárságunk, akkor hozzuk haza őket. Így a Romániából jöttek? Igen. 2009-ben, mert a gyerekik már akkor itt voltak. Aha. És akkor közelebb akartunk lenni. Csak nem mentünk még közelebb, mert akkor páromnak még volt itt a határ mellett munka. Tehát egy van itthon a pici, és a 3 nagy az ott. Egy mozgássérült fiú Gyulán van. Mozgáskorlátozott? Másképp mondják egy kicsit. Tehát ő kerekesszékes, ő bentlakásos iskolában van, a 2 lány meg Gyoma Endrődön tanul. Jön a cserfes. 3 évvel ezelőtt ismertük meg Norinint a gyerekeink által, mert rajszakörre járnak oda, ahhoz egyre keresztesre, és Nóri néni minket meg akart ismerni, hogy mi szülők mégis milyenek vagyunk. Hát kijött hozzánk, megismert minket, voltak elég sok problémák az elején, de kialakult köztünk, így úgymond köztünk, akik itt vagyunk, egy bizalom. Hát az alapítványt, amikor megalapítottam, akkor még csak az volt, hogy egy művészeti iskolát tartson fent, egy olyan művészeti iskolát, amelyik a hátrányos helyzeti gyerekek tehetséggondozására és fejlesztésére fókuszál. Az, hogy a szociális rész ennyire följön mellé, azt nem gondoltam. De ezt így hozta maga után. Tehát mindig mondták, hogy mondjam meg, hogy hogy én túllépem a határokat, túllépem az oktatási intézmény határt, én ezt tudom, hogy túllépem. De mondja meg nekem valaki, hogy hol van az a határ. Tehát meddig érzékelje az ember, ha egy gyereknek szüksége van valamire, hogy nem segít. Jó, és akkor bejönni be. Köszönjük szépen. Hát most hívta, pedig Szandi, hogy most hívták az ebben az 1 órásival. De lényegtelen, mi lejöttünk. Mit csinál? Most ezt nem pont most ebédeltünk. A Bocska István gimnáziumba járunk ide keresztesen. Én rendészeti szakon vagyok, a barátnőm Szandi pedig angol szakon. És tovább tanulni én Miskolcra szeretnék menni, szeretném rendőrként tovább folytatni. Ezeket megrajzolják a gyerekek, uh-huh. Ezek kikerülnek ide hozzánk. Mi ilyen Google anyagra rárajzoljuk, amik a gyerekek rajzolnak, és aztán, ahogy mi rárajzoltuk, jönnek az asszonyok, kiosztjuk nekik, és mikor készül, visszahozzák hozzánk, és akkor ilyen kis képkeret lesz belőle. Hát volt olyan, aki érdekel, akkor ült le a varrógéphez, hát ezt nem lehet úgy, hogy ne leülök és varrok. És akkor megbeszéltük, hogy varni kellene, hogy megtanuljanak az asszonyok. És akkor Lórika meg Ildikó megbeszélték, hogy jó, hát akkor mi ketten elvállaljuk, hogy eljövünk és megpróbáljuk az asszonyokat bevezetni a varrás rejtelmeibe. Hát több-kevesebb sikerrel, de egyrendesebbek.
Hát világos gyakorlat kell még nekik, de azért, ha megnézik a késztermékeket, már egészen jók vannak benne. Jó napot kívánok! Jó napot! Szeretett csinálni? Nem, csak muszáj. Hogy, hogy? Hát mert nincsen pénz, hogy megéljünk. Nem szeretem amúgy csinálni, mert sok idő kell hozzá, meg itthon takarítani, és kell meg segíteni, és nincs idő rá sokszor, hogy kivarjon. De muszáj csinálni, mert ez a kis pénz is jó. A kegyezápanyt is jó. Sokszor kenyére, ez a piam halt meg. Millió egy helyen kell beavatkozni. Most azért nagyon nehéz elmondani, hogy mi az, amiben mi beszállunk, főleg a gyerekek miatt, meg hát nyilván partnerítéve a szülőket is, hogy minden területen találunk, egészségügybe, rendvédelembe, ugye ott az uzsora, hogy hogy lehet kezelni a kamatos pénzt, ugyanak hogy tudunk elébe menni. Azért nagyon jó ez, hogyha van egy ilyen krízis helyzetek elhárítására szolgáló lehetőség. Mert most ennek a bevételéből ők tudnak élelmet venni, gázpalackot cserélni, tűzifát venni, gyógyszert kiváltani, ha kell, és nem kell menni kamatos pénzre. Ezt még csak most kezdtem el, annyi, hogy ez még ki van varva feketével, itt belekezdtem, a látszik a rendes keresztszemes varrás. Az iskola mellett. Az iskola mellett próbálok még ezt is csinálni kiegészítőképpen, a háztartásban, hogy az is jó segít. Nem kell pénzt kérni például, hanem megvárjuk, és tudjuk, hogy még napra legyen kész, beviszik, becsületesen kifizetik, és mi becsületesen vásárolunk, ez a célja ennek. Hogy van mihez nyúlnunk, és nem kell azt, hogy, de hogy több embernek is, hogy menni kell, kölcsönkérni, stb. És a saját kenyeréből, kezéből meg tud élni. Most például azt silabizáltuk, hogy ha sikerül kivarni, akkor gázpalackot veszünk belőle. Tehát valamire be kell, mindig beutja az ember. Ha sikerül, ha nem kell máshova menni. Nagyon akarják, mert azért be kell valljam, én is félelemmel jöttem ide, hogy hogy fogok elboldogulni velük, hogy fognak elfogadni egyáltalán engem, hogy én mint egy abszolút vadidegen nekik dirigálok, úgymond. De hála Istennek szerintem nagyon jó kapcsolat, de ők is azt mondják. Nagyon akarom csinálni, mert végeredményben én 3 gyereket nevelek egyedül, munkahelyre elmenni nem tudok, a közlekedés, illetve a zsáktelepülés véget. A varrás viszont az nagyon jó lenne, hogyha minél hamarabb beindulna, minél többen vennék le ezeket a termékeket, mert nekünk az volna a lényeg, mert hogyha minél több anyag, illetve termék el kell, akkor nekünk ez egy úgymond jövőbeni képünk. Én azt gondolom, hogy az emberben lenni kell egy alázatnak, hogyha a többségi társadalomból jön, és ebben az egész dologban segíteni akar. Ezt a kézműves programot, ha 3 évvel ezelőtt akarom elindítani, meg mindenki kiröhögött volna itt az asszonyok közül is. Mert ki kell, hogy alakuljon az, és ezt nem lehetett sietetni. Tehát azok a lépések, hogy mi hogy jelentünk meg az utcán először, hogy jöttek oda az asszonyok, a gyerekeken keresztül, hogy tudtuk először az anyákat, utána végül is a férfiakat is megérinteni, hogy az első közösségi programok itt a kultúrházba verekedésbe torkoltak rendszeresen, és azt mondtuk, hogy képtelenség ez bármit is elérni, mikor próbáltunk csomagokat adni, hogy ellopták egymástól a Mikulás csomagokat, a karácsonyi csomagokat, kiabálás, ordibálás volt, próbáltunk falugyűlésre kijönni, az is olyan ordibálásba torkoltunk. Tehát egyszerűen meg kell várni, hogy kialakuljanak azok a lépések, amikben ezek a programok elindíthatók. Ez az első munkám, nekem egy napraforgó volt, amit elsőnek. Hárman ültünk egy asztalnál nálam, és Nórika néni megmutatta ezt a goblin hízést. Hát én elsőnek azt hittem, soha nem fogom megtanulni, de gyorsan megtanultuk ezt a hízést. És mivel kettőnkkel ezt a hízési munkát. Na hát ez is a telep, mindentől kezdve már. De itt is nagyon sokan vannak, akik benne vannak a hímzésben, a kerti programokban. Itt mondjuk itt mindegyik. Na. Hát tudom, hát tényleg sárga lesz a pillangó, ilyen kék. Ez a szín lesz hozzá.
itt a száraz zöld, a másik pillangót ilyen pirosra csinálom, így. A csillagokat meg sárgára csinálom, és a háttét meg ilyen színesre csinálom. Színesre, hogy minden szint rakok ebből bele. Mert a hétfőre kivarom, hogy leadjam. Aztán majd hozok el másikat. Úgy jó varni, mert telik az idő, csak hát valakinek segíteni is kell otthon a házba. Hát valakinek nincs idő, de hát lehet ezt csinálni lassan. Sétálunk, elmegyünk anyéka a temetőbe, a bátyámhoz kinézünk. Sírt megcsináljuk, takarítani, mosni anyunak kell. Hát azért az a fajta ellenségeskedés, ami volt korábban a cigány és a nem cigány közt, a romungró és az olá cigány közt, a magyar és a, vagy a román és a magyar nem, azok kezdenek megszűnni, és azért ennek hihetetlen pozitív eleje van. Tehát most reggel én bejöttem, és akkor itt volt két olyan szomszédasszony, akik egyébként elég rossz viszonyban vannak egymással. Van egy olyan helységünk, ahol ott van a Móni, ott Var, ott van az Erzsike, ott van egyik-másik, és ha az ember felmegy, és akkor szól, hogy Mónini, ez van, vagy az van, akkor megbeszéljük, leüljünk, és le tudunk, van egy helységünk, ahol le tudunk ülni, megbeszélni dolgokat, hogy csináljuk, hogy jó legyen. Legtöbbször ott találkozunk, szoktunk lenni, ahol vagyunk, ott jövünk így össze, hát szoktunk csak mindenről beszélgetni. Nem csak a hímzésekről. Norika néni nagyon sokat segített nekem. Legyen önbizalmam. Még nem bíztam, nem hittem saját magamba, soha. Ő megbízik bennem, hogy mindenben megbízik. Pénzt ide mer adni, hogy mondjuk kifizeti a hímzést, és ez az illető nincs így. És ő iradja nekem, hogy én adjam oda neki. És ő bízik bennem. És nekem ez nagyon sokat jelentett, hogy mint cigány. Cigány mindenki lenéz. Nem megbízható. Ilyen, olyan. És ő bízik bennünk. És ez a bizalomnál, ez az egész nagyon szóval. Annál jobb mentálhigiénés dolgot, ami egészségessé teszi a lelkületet, hogy értelmes dolgot csinálhatnak, és ezért fizetést kaphatnak, ennél nincs jobb. Úgyhogy ha varázsolni tudnék, akkor ezt az egész épületet rögtön átalakítanám egy olyan helyé, ahol azok az asszonyok, akik most még csak beszabályozott rendben heti egy hímzéssel tudnak beszállni, azoknak munkahelyként tudnánk ezt kínálni, és mellette lenne egy asztalos üzemünk, ahol a férfiak gyerekbútorokkal készítésével foglalatoskodnának, és ezeket az asszonyok ugyanúgy kifestenék, mint ahogy itt a hímzéseket ráteszik. De ez nagyon szép lett. Nekem az jobban tetszik, mint a sajátom. És szerintem én vagyok a nagymadár, a barátnő pedig a kisebb. Mindig is egy menedék volt nekem rajz. Mindig is egy olyan foglalkozás volt, amiben el tudok mélyülni. Amiben bele tudtam élni magam. És mikor ceruzát fogtam és a lapra néztem, mindig már lejátszódott fantáziámban, hogy mit fogok rajzolni. És hál' Istennek sikerült mindig azt rajzolni, ahogy az körülrajzolódott a fantáziámban. Igazából nagyon félünk a jövőtől. Nagyon félünk tőle, hisz mint fiú, ugyebár én leszek a családfő, és a legnagyobb rémálmom sokszor már este is alig tudok aludni emiatt, hogy félek attól, hogy nem fogom tudni átadni a családomat. Ettől félek nagyon. Igen? Csak akkor
ez az alapítvány számlájára megy.